A mai nappal a felső vezetéssel közösen meghoztuk azt a döntést, hogy e hét szombatán, tehát március 21-től felfüggesztjük a termelést a Denso székesfehérvári telepein, méghozzá azzal a metódussal, hogy a nyára tervezett 10 napos szabadságolást, tehát a nyári leállásunkat az alkalmazottakkal közösen úgy döntöttünk, hogy előre hozzuk, tekintve a jelenlegi kialakult vírusfertőzést, tehát úgy tervezzük, hogy 2 hét múlva, tehát április 6-án reggel indulnánk újra. Jelenthet ez bármit, vagy befolyásolhat ez bármit, vagy most akkor ebben a helyzetben most így egálban lesznek, amért igazából csak egy kicsit előrébb hozzák azokat a napokat, amikor otthon lennének? Elvileg sok minden befolyásol, mert ez a döntéssel nagy mértékben hozzájárulunk, hogy a vírus itt a közösségünkben tovább ne terjedjen, vagy a városban sem. Azt befolyásolja valóban, hogy az embereknek a diszkomfortja, a megszokott menetrendje az elmúlt 22 év alatt mindig ugyanakkor voltak a leállásaink, ezt valóban minimálisan befolyásolja, de én úgy gondolom ebben a helyzetben mind a munkavállalóknak, mind a munkaadónak együtt kell mozognia, és közösen megfejteni ezt a helyzetet. A társadalmi felelősségvállalásról is azt hiszem, hogy muszáj szót ejtenünk ebben a helyzetben. Kicsit emiatt is történik ez a dolog, nyilván nem csak az emberek miatt, hanem hogy felhívják mások, más cégek figyelmét a megelőzésre. Természetesen igen. Ezért is a héten kezdeményeztünk egy alapnak a létrehozását, ami a Fehérvári Kórház, illetve a Fehérvári Egészségügyi Dolgozók javát szolgálná. Erre át is utaltuk már a 10 millió forintos kezdő befizetést. Hála Isten a videótonos Sinkótó kollégák csatlakoztak hozzá, illetve utána a Hungrone és többi cég is úgy hallottam, hogy mellénk állt, illetve az alapot kiegészítve, illetve valóban ezzel a vállalati döntésünk azért szeretnénk felhívni a figyelmet itt a környéken, hogy mint munkaadó mi ezt tudjuk tenni, de utána az egyéneknek a kezébe van az, hogy ezzel a vírussal hogyan fogunk tudni együtt élni, hogyan tudjuk ezt legyőzni, hogyan tudjuk az idős szüleinket, nagyszüleinket, kollégáinkat megvédeni. Mi mint munkaadó ezt tudtuk most nagyon gyorsan összehozni. Nem egy egyszerű helyzet, globális cég vagyunk, tehát nem csak Európától függünk, szállítási kötelezettségeink vannak az Egyesült Államok irányába, Ázsiába, Japánba, úgyhogy egy elég nehéz 2 héten vagyunk túl, de úgy tűnik, hogy ez a 2 hetes termelési felfüggesztést meg tudjuk szervezni, és bízok benne, hogy ez idő alatt meg tudjuk vívni a versenyt a vírus terjedésével is. Hányan dolgoznak itt jelenleg a cégnél, és hát mi a tapasztalat, visszajelzés az ő részükről, akik itt dolgoznak, így az intézkedés kapcsán? Összesen 4600 alkalmazottunk van. Nemrégiben, de elég gyorsan elterjedt a hír, pár órával ezelőtt tudósítottunk, vagy értesítettük a kollégákat. Biztos, hogy vegyes lesz a kép, de úgy gondolom a többség megérti és elfogadja a döntést, hiszen még egyszer mondom, ez az ő és a családtagjaink és a fehérvári lakosok érdekében hoztuk meg ezt a döntést.